Kedves testvérek, nézzük a következő mozzanatot Szent József életéből, és mint láttuk eddig is, ez mindig szoros összefüggést mutat Máriával és Jézussal. Furcsa is lenne, ha másképp volna. Az elmúlt alkalommal eljutottunk odáig, ahol Jézus bemutatását, illetve Mária tisztulását vettük górcső alá. Most egy lépéssel tovább megyünk, megérkeztek a mágusok. Amikor Betlehembe jutottak, Mária és a gyermek már a házban tartózkodik. Nagyon fontos fölfigyelni erre a mozzanatra, mert eddig nem engedték be őket, láttuk, hogy miért. Most viszont már a házban vannak. Minden jel arra mutat, hogy eltelt már a 40 nap, ami a tisztulás ideje, ezért már beengedték őket a családi otthonba. Heródes a mágusok távozása után, mint akkori király, elküldte a kémeit Betlehembe, és megtudták ott, hogy a mágusok már egy másik úton hazatértek a hazájukba. Erre Heródes választ egy megelőző csapással intézett a környékhez, ezt írja Máté: Betlehemben és a környékén minden fiúgyermeket megöletett 2 éves korig, a mágusoktól megtudott időnek megfelelően. Nincs ebben a kegyetlenségben semmi meglepő, ha valaki ismeri Heródes, az ókorban nagynak nevezett zsidó király egyéb rémtetteit. Többek között a saját feleségeit, fiait végezteti ki, ezrével mészároltatja le azokat az embereket, akik valami módon csak egy halvány árnyékot is vethetnek a személyére. Az üldözés elől a Szent Család Egyiptomba menekül. Amint a mágusok távozása után Józsefnek, nem Máriának, Józsefnek álmában megjelent egy angyal, és ez történik: kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok, mert Heródes keresi a gyermeket, meg akarja ölni. Fölkelt, és még akkor éjszaka fogta a gyermeket és anyját, és elmenekült Egyiptomba. Ott maradt Heródes haláláig. Így beteljesedett, amit a próféta szavával mondott az Úr: Egyiptomból hívtam a fiamat. Ózeás könyvében áll ez az idézet: amikor még gyermek volt Izrael, megszerettem őt, és Egyiptomból hívtam a fiam. Minél inkább hívtam őket, annál inkább eltávolodtak arcomtól. Báloknak áldoztak, és bálványképeknek mutattak be áldozatot. A kivonulásra és az ígéret földjén sok zsidó elpártolására vonatkoznak ezek a szavak Ózeás könyvében, akik a helyi bálványokkal, istenségekkel kezdtek el kultikus prostitúciót. Lefeküdtek nekik, nem lehet szebben mondani. Elárulták a szövetséget. Máténak ezt az idézetét, amit Ózeástól merít, és összefüggésbe hozza Jézussal, mindenféle gúny és ocsmány bírálat kísérte a biblikusok részéről, tisztelet a kivételnek. Ennek ellenére igen helyesen alkalmazta az idézetet, Ózeás szavait Jézusra. Tudnélik, Izrael, ami a nép neve is, és egyben egy személyé, Jákobnak az új elnevezése, egy jövő mutató kép, egy profécia. Izrael, mint szó, azt jelenti, hogy Isten küzd, Isten erős, mondhatnánk úgy, hogy hatalmas. Ez pedig egy szent név. Azt jelenti, hogy az a nép, amit Isten kiválasztott, az ő nevét hordja magában. A szövetség egyik jele, hogy a néphez tartozás Isten nevének a hordozása. Jézusra pedig tökéletesen igaz mindez. A szent név, a szövetséghez tartozás, mint a körülmetélés, benne van Jézusban. Isten benne, rajta keresztül, az ő személye által küzd, mégpedig az emberekért, hiszen az üdvösségünkhöz ki kellett ragadni bennünket az ördögnek és a halálnak a karmaiból. Ugyanakkor ő a szövetség, az új és örök szövetség, az ő személyében jön létre ez, az Isten és az ember között. És azért örök, mert benne az Isten kötött szövetséget az emberrel, mondhatnánk Isten az Istennel, és nem lehet fölbontani többet, legfeljebb kiesni lehet belőle. Ez a menekülés, amit láttunk Egyiptomban, nem volt szokatlan a korban. Az üldözött zsidók gyakran kerestek menedéket ebben az országban. Maga Heródes király is annak idején Egyiptomba menekült, amikor éppen őt üldözték.
Alexandriában, a fővárosban élt az ókori világ legnagyobb zsidó közössége. Számos politikai menekült tengette itt a napjait, akik először az előző királyi dinasztia, most pedig Heródes elől mentették meg az életüket. Filón, a filozófus azt írja, egész Egyiptomban több mint 1 millió zsidó élt, és még a jeruzsálemi templom mását is fölépítették. A koptok ma is őrzik ennek az egyiptomi tartózkodásnak az emlékét, mármint Máriájét, Józsefét és a gyermekét. Menekül József, Mária és a gyermek. Keleten ma is az a szokás, főleg az iszlám uralt a vidékeken, hogy a férfi szamáron ül, az asszony és a gyermek pedig mögötte halad. Ezzel szemben a keresztény képeken Mária ül a szamáron, karjában a gyermekkel, a szamarat pedig egy ifjú, vagy maga József vezeti, vándorbottal a kezében. És ez felel meg a zsidó szokásoknak. Az Ószövetségben található rá egy kiváló példa, kivonulás könyve, fogta Mózes a feleségét és a fiait, és szamárra ültette őket, és visszatért Egyiptomba, kezében hordozva Isten botját. Józsefnek volt szamara, mint minden valamire való zsidónak, amire teherhordó állatként szüksége is volt. Ez az utazás kelléke, nélkül nem lehet utazni. Az ókorban a férfiak és a nők bokáig érő vászoninget viseltek, fölötte rövidújú térdig érő tunikát, végül pedig egy a poncsóhoz hasonló ruhadarabot, ami a szél és az eső ellen védte őket, éjszaka pedig kiváló takaró volt. Munka és utazás közben, és ezt többször halljuk az evangélium, hogy felövezték magukat, vagyis ezt a hosszú ruhát övvel összefogták, a lábukon pedig szandált viseltek. Ha valaki egy kicsit is szemfülesen hallgatta ezeket a szavakat, észrevehette, hogy az egyházban a liturgikus öltözékek ebben a tekintetben szinte változatlanok. Ugyan ezeket az öltözeteket hordja ma is a papság. Az úti eledel hús, hal és kenyér, emellett ettek még lóbabot, borsót, salátát, uborkát, vöröshagymát, fokhagymát és póréhagymát, valamint szőlőt, datóját és fügét. József Egyiptomban minden valószínűség szerint könnyen talált munkát, akár házak, akár hajók építésénél remekül kamatoztathatta a szakértelmét. Az egyiptomi hagyomány szerint Heródes a szent család után katonákat küldött az üldözésükre. Heródesnek kiváló kapcsolatai voltak az egyiptomi kormányzóval, Gaius Turraniusszal, akinek semmi kifogása nem lehetett egy zsidó trónkövetelő üldözése ellen. Ez lehet a magyarázata, hogy a hagyományban a szent család Egyiptomon belül ide-oda vándorolt. A hagyomány szerint nagyjából 3,5 évet töltöttek Egyiptomban, ami úgy tűnik a Jelenések könyvének az utalására épül. Az asszony a pusztába menekült, ahol az Isten helyet készített számára, hogy ott éljen 1260 napig. Ez az 1260 nap viszont Dániel prófétát idézi, aki így ír: attól az időtől kezdve, amint megszűnik a mindennapi áldozat, és felállítják a vészthozó undokságot, 1290 nap lesz. Talán azt a 3,5 évet is tükrözi, amit a jeruzsálemi keresztény gyülekezet a jordániai pusztában töltött, amikor kitört a zsidó háború, elmenekültek a rómaiak ostroma elől. És ne felejtkezzünk el még egy mozzanatról, Jézus közel ennyi ideig terjedők nyilvános működéséről van szó. 3-3,5 évet töltött ezzel a küldetéssel. Krisztus előtt 7-ben születik Jézus, és 40 évesen hal meg Krisztus után 33-ban. Szent Iréneusz, Lyon vértanú püspöke a II. Században még úgy tudta, hogy Jézus 40 éves korában halt meg. A későbbi 30 év egy téves számolásnak az eredménye, azt feltételezték, hogy 1-ben született, ami teljes történelmi lehetetlenség, és 30-ban meg is halt. Ez biztos, hogy nem így történt. Aztán egy újabb mozzanat. Amikor Heródes meghalt, megjelent Egyiptomban álmában Józsefnek az úr angyala. Megint Józsefnek jelenik meg, a családfőnek, nem Máriának, pláne nem a gyermeknek. És így szólt hozzá: kelj föl, fogd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére,
mert meghaltak, akik a gyermek életére törtek. Erre fölkelt, fogta a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. De amikor meghallotta, hogy Archelaus uralkodik Júdeában apja Heródes után, félt oda menni, ezért egy álmában kapott utasításra Galilea tartományba költözött. Odaérve Názáret városában telepedett le. Így teljesedett a próféták jövendőlése, Názáretinek fogják hívni. Látható, József mennyire átjárt az isteni gondoskodástól, mennyire összhangban van azzal, amit az Úr mond neki. Az akarata szinte teljesen belesimul Isten akaratába. Jellemző rá a bölcs megfontolás, a gondos körültekintés, hiszen hallotta a hírt, és rögtön megjelenik benne az elhatározás, amit megerősít az álmában kapott utasítás. Vajon én, aki itt vagyok most, 2018-ban, mennyire hagyatkozok Isten vezetésére? Mennyire nyitott az életem, a mindennapjaim az Isten számára? Vajon hallom-e, figyelmesen hallgatom-e azt, amit személy szerint itt és most nekem mond? Jelen van-e az életemben olyan mélységekben, olyan megragadó erővel, ahogyan Józsefet viszi magával, egy nagy lendülettel, szinte sodorja? És Józsefben megvan ez a készség. Odahajtja a fülét. Szinte azt mondhatnánk, mint a csecsemő, ahogyan az édesanya szívverését hallgatja, József így hallja az Isten szívdobogását. És én? Vajon bennem ez hogyan működik? Működik-e egyáltalán? Éle bennem ilyen tökéletes bizalom az Isten felé? Vajon hol állok én, mint keresztény? Mit keresek én itt most, ezen a helyen? Megszokás? Parancsot teljesítek? Vagy otthon vagyok? Hazajöttem. József a szent család hajlékában, mint családfő, mint apánk, aki nevel, tanít, oktat, védelmez, vezet, bátorít, és a többi, ott vagyok-e velük? A közösségnek a részeként vagyok-e jelen? Nem a jelenlevő látható csoportról beszélek, hanem a szentek és az angyalok közösségéről, akik már ebben a szeretetben felnőtté váltak, végigjárták az utat, és eljutottak a tökéletesség állapotába. Vajon ott vagyok-e, mint egy közöttük? Hallgatok-e rájuk? Figyelek-e rájuk? Ott van-e bennem a szív tisztasága, az a vágy, hogy mindenestül az Isten töltsön be? Hogy ne legyen akadály semmilyen teremtmény, se a férjem, se a feleségem, se a gyerekem, se a szülőm, köztem és Isten között. Hogy vajon tényleg szabad vagyok-e? Mert József ezt a szabadságot testesíti meg, és csak ember, semmilyen rendkívüli kiváltságban nincs része. Ha eltekintünk attól, hogy Máriával és Jézussal élhet együtt. De ez micsoda kihívás is. Leküzdhetetlennek látszó nehézség. De József nem fut el a kihívások elől. Bátran, hősies lélekkel nekivág ennek az útnak. És végigmegy rajta, kitartva, hűségesen. Vajon nekem van-e mit tanulnom tőle? Van-e bennem olyan alázat, ami benne volt? Van-e bennem akkora Isten iránti elköteleződés? Vágy, sóvárgás, hogy igaz ember lehessek, szent, ami ennek minden kereszténynek lennie kell, aki nem szent, az nem keresztény. Így vagy úgy igyekszik ugyan a szentségre, és újra meg újra visszaszerzi. Én most az állapotbeli szentségről beszélek, nem az életszentség csúcsáról. Kérjük ma odaállva József elé, aki ahogyan Jézusból szent férfit nevelt, Isten fiát emberként a tökéletességig elvezeti, amennyire ez lehetséges. Ő a lelki vezetője a családnak. Ránéznek föl, tőle tanulnak, ő kezdi az imát, ő töri meg a kenyeret. Mindent, ami egy családfőnek a feladata, azt elvégzi, mégpedig példaértékűen. Oda kell ma állnom elé, és kérni, hogy járjon velem. Engem is tanítson. Viseljen rám gondot, óvjon meg,
tartson meg az Istennek ebben a követésében. És ahogyan ő mind halálig hűséges volt, és egyre nagyobb tökéletességre jutott a végső szentségig, úgy én is ugyanezt az utat bejárhatom, sőt, nincs is más választásom. Vagy így járok, vagy nem vagyok keresztény. Kigúnyolom, kiröhögöm Jézus Krisztust és az ő áldozatát. Hűtlen vagyok, áruló, úgy, mint itt az Ószövetségben idézett példák, akik lefekszenek a báloknak, pogány bálvány isteneket imádva, és bármelyikünk életében lehetnek ilyen bálványok. Ezek a beteges, perverz vágyak, azok a függőségek, amelyek nagyon gyorsan kinövik magukat. Bármi lehet ez, a tévésorozat is. József viszont mindettől mentes, mert végig Istenben él. És erre megtaníthat minket, és ebben segíthet is, hogy megmaradjunk. Kérjük tehát őt, járjon velünk az élet útján, vigyázzon ránk, támogasson bennünket, és mindennél jobban a példájával mutassa meg, mit és hogyan kell tennünk. Amen.